Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Bármi is ez, félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. Vergilius sorai jutottak eszembe, mikor megláttam a törvénynek a címét, és elolvasva a teljes norma szöveget, sajnos beigazolódtak a félelmeim. Két világlátásról van szó, alapvetően ugyanis, amikor egyáltalán a digitalizációhoz és a mesterséges intelligenciához, illetve az emberi szabadsághoz viszonyulunk. Nehéz nem észrevenni, hogy egy globalista diktatúra kiépítése zajlik a világban, ahol Kína ebben természetesen élen jár, de Európában, az ENSZ-ben is nagyon komoly lépéseket tettek, illetve Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórumnak a vezetője bizonyára örül, hogy önök a Világgazdasági Fórum legvidámabb barakjává szeretnék tenni Magyarországot, illetve Bill Gates is biztosan nagyon örül annak, hogy legeminensebb diákja, Rogán Antal már is beterjesztette ezt a javaslatot. Ugyanis ők már azzal számolnak, hogy az Egyesült Nemzetek fejlesztési programja keretében 2030-ig világszerte bevezetik a digitális azonosítókat, amelyek kötelezőek lesznek a társadalomban részt venni kívánók számára. Lényegében önök is ezt terjesztették elő, hiszen a 7. paragrafusban világosan leírják, hogy a kormány ráadásul rendelettel állapítja meg azt az időpontot, amelytől kezdődően minden szolgáltatás kizárólag a digitális térben vehető igénybe. Tehát világosan és egyértelműen kimutatja a kormány a fogafehérjét. De Bill Gates-ék nem tétlenkednek, már 50 országban kampányt indított az Egyesült Nemzetek szervezete, a Bill és Melinda Gates alapítvány, valamint a Rockefeller alapítvány, a digitális azonosító, a digitális fizetések és az adatmegosztás elterjesztésének felgyorsítására, és ez egyébként magában foglalja a központi banki digitális valutát, az úgynevezett CBDC-t is, és az ENSZ és az Európai Unió Bill Gates-el egyetemben támogatja. Na ez az a világ, amitől mi Magyarországot a leghatározottabban távol szeretnénk tartani. A készpénz, nem véletlenül kezdeményeztük ennek alaptörvényi védelmét, olyan alapvető emberi szabadság, jog, a készpénz használatnak a joga, amit nem adhatunk fel semmilyen globális digitális diktatúra kiépítésének az oltárán. Láttuk a Covid idején, hogy hova vezethet mindez, még olyan nem kommunista országokban is, mint Kanada, amikor például a kamionosok tiltakoztak a Covid intézkedések ellen, és egész egyszerűen zárolták a bankszámláikat. Ugye Kínában sokkal messzebb mennek ennél, ott ugye QR kóddal tiltják le már gyakorlatilag azt is, hogy milyen javakhoz férhet hozzá valaki, illetve egészen szürreális azokat a videókat látni a különböző közösségi média oldalakon, amikor valaki egy üdítő automata előtt állva a szeme alapján azonosítják be, hogy vehet-e egyáltalán egy üdítőt magának. Döbbenetes, ami felé megyünk, és egyébként, még akkor is, ha nem vizionálnánk ezt, ez a törvényjavaslat számos ponton a jelenlegi magyar alaptörvényt is, és a jelenlegi Európai Uniós szabályokat is több pontban sérti, erre ki fogok térni. Arra is figyelhettek volna, hogy ezt legalább ne ugyanaz a minisztérium nyújtsa be, aki a polgári titkosszolgálatokért is felelős. Ennek is azért van egy olyan diszkrét bája, amit úgy gondolom, hogy elkerülhettek volna. A kormány kommunikációjának nagyon helyesen egyébként fontos része a szuverenitásnak a védelme, és ennek ezügyben is alaptörvénymódosítást kezdeményeztek, illetve törvényjavaslatot nyújtottak be. Hogyha a nemzeti szuverenitás védelmét ennyire fontosnak tartják, akkor ennek nyilvánvaló következménye kellene, hogy legyen, hogy az emberek az egyének méltóságát és szabadságát is ugyanilyen fontosnak tartsák, és megvédjék őket egyrészt a digitális óriás cégektől, mert már most egészen elképesztő profilokat hoznak létre az emberekről, akár a Google, akár a Facebook oldalain, olyan adatainkhoz hozzáférnek, amivel kapcsolatban sokkal, de sokkal erőteljesebb védelmére lenne szükség az emberi szabadságnak. Önök ezt mégsem teszik meg, és azon csak nevetni tudok egész egyszerűen, amikor azt mondják önök, hogy ezek a rendszerek mennyire biztonságosak. Hát látjuk folyamatosan a sajtóban, hogy több millió európai ember adatai kerülnek ezeken a big
Big Tech cégeken keresztül illetéktelenek kezébe, akik ezt majd manipulálásra, reklámcélokra, saját profitjuk megszerzésére tudják használni, és továbbra sincsen garancia arra, ebben a törvényjavaslatban sincs, sőt a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban különösen nincsen arra garancia, hogy ezeket a felelősségi köröket és ezeknek a büntetőjogi következményeit egyébként önök rendezzék. Felháborítónak tartjuk azt, hogy ez már most az első javaslat esetében kimondva kötelező lesz előbb-utóbb Magyarországon mindenki számára. Ez a jelen társadalmi viszonyokat egyébként ismerve szintén nem is reális, nem gondoljuk azt, hogy ez a közeljövőben be tudnak következni, hiszen egyébként az internet hozzáférés tekintetében és az internet hozzáférés bővülésének tekintetében Európa sereghajtói közé tartozunk, ami a gazdasági fejlődést nagyon nagy részben visszaveti egyébként. Tehát, hogyha ezeket kellő garanciák mellett és a kormány részéről valóban a felzárkóztatást komolyan véve szolgáló programokkal segítenék, az természetesen üdvös lenne. Ahogyan üdvös lenne az is, hogy a bürokráciát csökkentsék, ezt több felszólaló előttem elmondta, ugyanakkor itt szintén meg kell állnunk egy pillanatra. A magyar állam a bürokráciát ma is arra használja, hogy az embereket irányíthassa, fogva tarthassa, és látjuk azt számos konkrét ügyintézés esetében, hogy a bürokrácia hogyan tudja az embereket az egyes döntésük végrehajtásától visszatartani, vagy adott esetben nem is tudják az egyes döntésüket végigvinni a bürokrácia útvesztőiben. Ez nyilván egy nagyon fontos hatalompolitikai döntés az önök részéről, ugyanakkor a bürokrácia csökkentés ezzel a törvényjavaslattal nem úgy fog történni, hogy az emberek szabadságát növelik, mert az emberek szabadsága igenis csökkenni fog. És az egy nagyon-nagyon fals érvelés, államtitkár úr, hogy az állam nem fog tudni több adatot rólunk, mint amennyit már most is tud. Lehetséges, hogy ez igaz, de hát egyrészt a célhoz kötöttség elve az egy nem véletlen alkotmányossági alapelv az adatkezelés vonatkozásában, mert nem mindegy, hogy az állam különböző szervei az adott célhoz kötve tudnak az állampolgárokról bizonyos adatokat, míg más szervei szintén az adott célhoz kötötten tudnak más adatokat, de ez, hogyha ez megfelelő szétválasztással működik, akkor nem alkalmas a személyiségprofilnak a kialakítására, amit egyébként az Alkotmánybíróság már az úgynevezett rendszerváltozás hajnalán az egyik legfontosabb különbségnek nevezett a diktatúra és a demokrácia között, hogy nem alkalmas az állam, és nem is lehet arra alkalmas az állam, hogy személyiségprofilt hozzon létre az emberekről. Önök ezt most felrúgják ezzel a javaslattal. Igenis ez alkalmas lesz arra, amitől úgy gondoltuk, hogy a kommunista diktatúrának a leváltásával egyszer már megszabadultunk. Úgy látszik, hogy a történelem ismétli önmagát, illetve nem csak a kínai kommunista diktatúra szolgál példaként önöknek, hanem a korábbi Magyarországon érvényes kommunista diktatúra is. Tehát a célhoz kötöttség elvének érvényesülése hiányzik ebből a javaslatból, és a személyiség profil kialakítására is sajnos alkalmas. Az meg egészen elképesztő, hogy milyen szabályozási köröket utalnak önök rendeleti jogalkotási szintre. Tehát, hogy a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatás használata során a kormány rendeletében meghatározottak szerint pótolható különböző szervezet képviselőjének aláírása, de adatkezelési és együttműködési szabályokat is, illetve 72. paragrafus 6. bekezdés B.BB alpontja alapján jogsértés esetén bírság is kiszabható. Bírságot hol kormány rendelet szintjére utalnak, hol törvényi szintre utalnak. Ráadásul további önellentmondásoktól is hemzseg egyébként ez a javaslat. Nagyon fontos arról is beszélni, hogy az állampolgárok mennyire lesznek tisztában azzal, hogy nekik milyen jogaik vannak. Mert ez egy
kulcskérdés, és egyébként erről szól a GDPR is, illetve Magyarországon is az alaptörvény ezt garantálja, bár önök ennek a javaslatnak az indokolásában az alaptörvénynek csak arra a cikkére hivatkoznak, amely az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek alkalmazásáról szól, de ezzel szemben még a látszat kedvéért sem írták bele azt, hogy a személyes adatok védelméhez való jog is legalább ugyanilyen fontos alaptörvényi követelmény. Erre egyébként Európai Uniós jogszabályok is köteleznék önöket, míg egyébként semmi nem kötelezi önöket arra, hogy ezt a digitális állampolgárságot bevezessék Magyarországon. Fontos hivatkoznom a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának egy 2019-ben kiadott határozatára, amely szintén tiltja egyébként a személyiségprofil kialakítását is, és ráadásul ők megfogalmazzák, hogy az ilyen típusú adatfeldolgozás az emberi méltóságot is sérti, tehát egy ismételt alapjog sérelemre kell felhívnom a figyelmet a személyiségprofil kialakításával kapcsolatban. Az ráadásul egészen döbbenetes, hogy gyakorlatilag bármilyen állami szerv hozzáférhetne, hogy ehhez az függetlenül attól, hogy az adatkezelő hozzájárul, ami egy külön téma, mindjárt beszélek arról is, és hát indokolatlanul hosszú időtartamra megállapíthatják ezeket az adatmegőrzési időket. Tehát természetes személynek az adatait a felhasználói profil megszűnését követő 5 év elteltével zárója, ezt követően azokat kizárólag a digitális állampolgársághoz kapcsolódó nyilatkozat, valamint elektronikus hitelességének visszavezethet, és továbbá a polgárok jogai és jogos érdekének védelme érdekében a felhasználói profil megszűnését követő 50 évig kezelheti. 50 évig. Hát ez valami egészen elképesztő, ráadásul, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi szokott lenni általában ez az adatkezelési idő, akkor rendre 10 évet szoktunk tapasztalni, tehát ez rendkívül aggályos. Az, hogy az állami nyilvántartásokat összekapcsolják, és itt térek rá arra, hogy nem fogják megfelelő mértékben tájékoztatni az állampolgárokat, és az állami nyilvántartásoknak az összekapcsolása vezet el oda, hogy személyiségprofilt hozhassanak létre. A GDPR is egyébként meg több Európai Uniós jogszabály, de a magyar alaptörvény is hivatott ugye azt biztosítani, hogy az adatok tulajdonosai tisztában legyenek azzal, hogy mihez járulnak hozzá. És ezt szintén egyáltalán nem tartalmazza ez a törvény, hogy szükséges lenne a megfelelő tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt, és az adatkezelés megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás esetén jogszerű csak, hogy a 63. paragrafusban egyetlen bekezdésben beszélnek kizárólag erről, de az vajmi kevés. Sláger téma még, és örülök neki egyébként, hogy Magyarországon is végre a jogalkotásban is beszélünk a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, de mivel ebből a felszólalásból már nagyon kevés időm van hátra, ebbe a témakörben nem kezdek bele, hanem egy másikban fogom folytatni. Összefoglalásképpen ezt a javaslatot elviekben is ellenzi a Mi Hazánk mozgalom, másrészről a konkrét megvalósítása csapnivaló. Ez a jogi szöveg, amelyet elénk terjesztettek, több pontján alaptörvényellenes, az emberi méltóságot sérti, az emberi szabadságot sérti, ezért egyébként Alkotmánybírósághoz is fog fordulni a Mi Hazánk mozgalom. Tudom, hogy benyújtottak egy alaptörvénymódosítást is ehhez kapcsolódóan, ugyanakkor az sem kezeli azokat a problémákat, amelyeket az előbbiekben felvázoltam. Ugyanakkor annak nem lennénk ellene természetesen, hogy a digitális eszközök által józanul és az emberek szabadságát biztosítva nyújtotta lehetőségeket kihasználja az állam. Ebben igenis kellene, hogy legyen előrelépés. Ugyanakkor ez a konkrét javaslat és azok a folyamatok, amelyek a világban zajlanak a Világgazdasági Fórum és az ENSZ égisze alatt, nagyon borús jövőképet vetítenek előre, és nagyon sajnáljuk, hogy önök csatlakoznak ehhez, és kiszolgálják ezeket a globalista érdekeket. Köszönöm a figyelmet!